A műsor dekorációját a Főtéri Városi Virágbolt biztosítja. Nagybajszú verklis, velocipédek, ejtőernyős, harci kerékpár, sok csoda vár ma ránk, köszöntöm Önöket. A veterán járműves találkozó csak egy a témáink közül, hiszen megnézzük a keresztöltésekkel készült épületeket, és bepillantunk az Egyház megyei színjátszók műsorába is. Vadkerti Mónikával a varázslatos Szent Ivánéről beszélgetünk, de felhívjuk a figyelmet a többi programra, sőt egy földön kívüli történetre is. Tartsanak velünk! Szólt a verkli, kerekeztek a velocipédesek, de itt voltak a faros ikaroszok is. Az ejtőernyős harci kerékpárról nem is beszélve, a 25. Kántor András veterán járműves találkozóra minden eddiginél több jármű történeti csoda érkezett Halasra. Most legyenek Önök is részesei ennek az élménynek. Verkli zene, korhű ruhák és régi idők járművei egy kis időutazásban lehetett része azoknak, akik megnézték Halas főterén a 25. Kántor András veterán autós, motoros és velocipédes találkozóra érkezett járműveket. Az öreg autó kiállítása alá a ringházas pár szolgáltatta a hangulatos zenét, egész délelőtt tekerték a verklit a közönség nagy örömére. Az 1700-as évek végén találták fel a verklit, a mai napig gyártják, és tulajdonképpen ez a hangszer nem korhű más az eredetinek, hanem ez eredeti hangszer. Hogyan működik, hogyan kell beüzemelni, használni? A kar tekerésével egy pumpát mozgatok, és egyben a lyukszalagot is továbbítom. Amikor a lyukszalagon lévő lyukak az olvasón megfelelő lyuk fölé kerülnek, akkor szólal meg a megfelelő síp, és így szólal a zene. A verkli zenéhez a szalagokat Ring István saját maga készíti, ügyel arra, hogy az öltözéke és megjelenése is olyan legyen, mint a hajdani verkliseké. Bajusz elkészítése 50 percet vesz igénybe, és ha már megfelelő öltözetben van, szívesen pattan fel a kor járművére, a velocipédre is. Ugyanabban a korszakban volt a velocipéd is, mint a verkli, és mivel mi ezt az 1800-as évekbeli időszakot szeretjük legjobban, ezt igyekszünk öltözetünkkel és kellékeinkkel bemutatni. A magyar férfi embernek nagyon hosszú évszázadokon keresztül elengedhetetlen tartozéka volt a bajusz. Ez csak a mai újkor vívmánya, hogy a férfiak leborotválják a bajuszukat. Nem is olyan régen még a hölgyek szóba se álltak olyan férfival, akinek nem volt bajusza. Tessék ezt a csodát látni, amit most látnak. És én azt mondom, igen, egy hatalmas tapsal köszöntsük őket, mert megérdemlik. A találkozón egymást érték a közlekedés történeti csodák. Az ország minden részéről Halasra sereglettek a velocipédesek, egyszerre 11-en kerekeztek a város főterén. Itt volt a futógép friss Európa-bajnoka Halápi Sándor is. Az emberek arcán látni azt a csodálkozást, azt az örömet, hogy ők látnak ilyet élőben, mert nagyon sok ember ilyet csak könyvben vagy filmen, ilyen régi filmekben látott, és most élőben. Nyilván vannak ilyen pici gyerekek, vagy akik szeretnének felülni, felültetjük, hogy érezze azt az élményt, hogy milyen magasan ül egy ilyen kerékpáron. Én azt gondolom, hogy mindenki számára ez egy élmény, egy ilyet látni. Ahogy fejlődött a technika, úgy fejlődtek az idők folyamán a kerékpárok is. Bajáról egy egész gyűjteményt hoztak el bemutatni, minden darab eredeti alkatrészekből áll. Főleg a 30-as, 40-es évekből hoztunk kerékpárokat, nagy részt a Weissmann-Fried műveknek tehát a Csepeli Weissmann-Fried műveknek a kerékpárjai. Vannak itt az 50-es évekből is kerékpárok, tehát három gyűjtő jött. Hárman vagyunk most itt, és hát ezeknek a javarésze az nincs felújítva, hanem eredeti állapotban van hozva, tehát olajjal le vannak ápolva. Nem úgy vagyunk, mint főleg az autósok, motorosok, hogy újra fessük, hanem inkább a hangulatos régi világot idézik. Sokan nézelődtek a háborús kerékpárok előtt is, többük megjárta a hadifrontot. A legérdekesebb darab az az összecsukható bicikli volt, amit ejtőernyővel dobtak le a katonáknak, de olyan típust is láthattunk, amely Halason is szolgált. Ezek között van egy 1943-as 32M típusú hadikerékpár,
amit a magyar királyi hadseregben használtak a kerékpáros zászlóaljak, többek között itt Kiskunhalason is, ha jól tudom, 1945-ig, háború végéig. A mellette levő kerékpár pedig egy szintén Weiss-Manfred gyártmány, vagy az előző is, a magyar királyi légierő kötelékébe tartozó ejtőernyős, pápai ejtőernyős alakulatok használták. Hajdani dokumentumokból még egy kép is van arról, hogyan dobták le az ejtőernyős kerékpárt. Nagyon ritka darabról van úgymond szó. Összesen 150 darab készült 1940-ben, és magát a kerékpárt egy ejtőernyős teherkonténerben, kaniszterben, vagy dobó tartályban dobták le, úgymond teherre ejtőernyővel, és ezért a bicikli úgymond minimalizmusa, és hogy szétszedhető és összecsukható egészen pici elemekre. De nem csak kétkerekű veteránok mutatkoztak be Halason, a találkozón felvonultatott autók annyi érdekességgel szolgáltak, hogy azt most lehetetlen lenne felsorolni. De ejtsünk pár szót a buszokról is, hiszen ez a tömegközlekedési eszköz is képviseltette magát Halason. Sokan nosztalgiázva nézték körbe az Ikarusokat. Az Erdélyi György által vezetett jármű filmsztár is, hiszen szerepelt többek között a Szabadság szerelem című moziban. Sofőrjét már gyermekkorában elvarázsolták az Ikarusok. Így töltem föl Kiskunhalason. Általános iskolai tanulmányomat itt végeztem, akkor kerültem el, amikor középiskolát kezdtem Szegeden, és hát anyai ágon a nagyszüleim Szegeden laktak, és a Székesfehérvár járaton ilyen buszok közlekedtek annak idején, hanem is heti idején két heti alkalmakkal utaztunk Szegedre ezekkel a típusú autóbuszokkal, valahogy megfertőzött. Nem tudom, ennyi volt az előzménye, és az egy életen keresztül elkísért, jelenleg is a Volt Volánnál, a Tisza Volán, jelenleg DAC ZRT-nél dolgozom, és hát szerencsére úgy adta az élet, hogy hetente 3-4 alkalom, vagy az ős hazám fele jövök, a Szeges-Soproni járatot csinálom. A megye egész területéről érkeztek tehetséges diákok. Egyház megyei színjátszó találkozónak adott otthont városunk a közelmúltban. A Szent József Katolikus Általános Iskola jó házigazdaként nem egy, hanem mindjárt két darabot is előadott. A halasiak a többi csoporthoz hasonlóan nagy tapsot kaptak a publikum tagjaitól. Egyszer a nagyságos úr elment 2 évre vadászni. Egyházmegyei színjátszó találkozónak adott otthont Kiskunhalas. A Szent József Katolikus Általános Iskola szervezésében megvalósult kulturális rendezvényen humoros, megható és tanulságos történeteket láthattak a közönség tagjai. Iskolánk 20 éves, az egyházi iskolánk, és 15 éve, az 5 éves évfordulóra határoztuk el, hogy egyházmegyei színjátszó találkozót fogunk rendezni, hagyományt teremtve, és a megyéből, Kecskemétről, Bajáról, Jánoshalmáról, Mélykútról és az egyházi iskolákból mindig várjuk ilyenkor a résztvevőket, akik komoly több hónapos munkával egy-egy színdarabot mutatnak be a szereplőkkel. No, majd meglátjuk! Nesze, nesze! Megütöttél? Adok én neked! Jaj! Felkészítő tanáruk szerint a házigazda iskola fellépői egy összetartó csapatot alkotnak, akik mindenben segítik egymást. Ők egy olyan csapat, akik elsőtől kezdték, és fölmenőbe egymást is nevelik, amit szerintem nagyon fontos. Alsósok, felsősök egyformán szerepelnek, a falu népébe természetesen azok, akik még nem olyan gyakorlottak, de a nagyok irányításával. A nagyobb gyerekek pedig már a 7.-8. éve dolgoznak a színjátszó csoportba szeretettel. Azt gondolom, hogy több fontos szerepe van. Az egyik az összetartó erő, a másik, hogy mindenki egyért, egy mindenkiért, ez nagyon fontos, és erre is neveljük a gyerekeket, és a szép kiejtés, a tiszta beszéd, a jó kiállás, később a vizsgáikon, felvételin, bárhol, de csak a hétköznapi életben is igyekszem, hogy azért ezeket sikerüljön megvalósítaniuk. Aha, így már egészen más a helyzet. Az! Jól mondja, bíró uram. Bíró uram, azt nem lehetne, hogy a füty mégis enyém legyen? Lehetné, éppen lehetne. Jó volt az idén a termés, ugye? Az jó volt, hallja Kent bíró uram. Meg disznót is vágott Kent, ugye? Vágtam hát, 3-at is.
Előadás közben jól érezhető volt, hogy a Szent Józsefes színjátszók valóban nagyon élvezik azt, amit csinálnak. Elárulták azt is, mi mindenre kell odafigyelniük darab közben. Nagyon jó a csapat tagja lenni, mert nagyon összetartó csapat vagyunk, kedves minden résztvevője, és nagyon sok témáról tudunk együtt beszélgetni, ami szerintem egy nagyon jó dolog, és nagyon szeretjük egymást, hogy őszinte legyek. Az a fontos, hogy a színdarabba beleéljük magunkat, szóval, hogyha egy komolyabb darabról van, szóval ne röhögjük el magunkat, meg nem mosolyogjunk, hanem vegyük komolyan a dolgokat, meg hát másra nem. Meg amit mondanak persze a tanárnők, arra nagyon kell figyelni, mert hogyha valami rosszul is lehet, akkor lehet, hogy az egész darab tőle. A kémények füstjét már megint idehozza a szél, tanulna meg inkább tüzet rakni. Éne! Kitekerem a tyúkja nyakát! Ledöntöm a kéményét! Voltak diákok, akik nem egy, hanem mindjárt két darabban is szerepet vállaltak, így nekik kétszer annyi felkészülésre volt szükségük a siker érdekében. Az első, amiben szereplek, az arról szól, hogy kettő szomszéd összeveszik egy jellegtelen dolgon, a másikban pedig én például egy internetes zaklatót játszok el. Milyenek ezek a karakterek, mennyire volt könnyű vagy éppen nehéz elsajátítani ezeket a jellemvonásokat? A másodikat kicsit nehezebb volt, de az első az eléggé egyszerű volt. Milyen a csapat tagjának lenni, miért jó ez az egész színjátszás? Nagyon jó, mivel nagyon jó a közösség, és a próbákon sok vicces dolgot szoktunk csinálni. A pedagógusok és a diákok is egyetértettek abban, hogy a kiskunhalasi színjátszós délelőtt nagyon jól sikerült, így nem lehet akadálya annak, hogy jövőre újból megmutassák tehetségüket a fiatalok. Már megint elrontottad a darabot! Én? Inkább te? A bírónál mi volt az a jelenet? Még hogy én? Hát te mit csináltál? Fiúk, a közönség! Ja, még itt vannak. Miért nem szóltál? Miért nem szóltál? Ekkora szégyen! Nem mindennapi témákat választanak a kazincbarcikai asszonyok. A Goblány öltögetők körének tagjai fotók alapján épületeket örökítenek meg kézimunkáikban. Alkotásaikat egy vándor kiállítás keretében elhozták Halasra is, sőt, kereszt szemes öltésekből még a Városháza épületét is megformázták. Sok-sok aprólékos keresztöltésből alakulnak ki az alkotások. Különleges goblány kiállításnak ad otthont a Halasi Közösségek Háza. A Tűvel festett képek című tárlaton mutatkozik be a kazincbarcikai goblány öltögetők köre. 7 éve alakult a csoport, de a tagjai már évtizedek óta kézimunkáznak. Aki megnézi a tárlatot, láthatja, hogy nem a megszokott témákat örökítik meg a kazincbarcikaiak. Nem előre gyártott sablonokat hímeznek, hanem egyedi alkotásokat készítenek, ezzel tűnnek ki a többi goblenező közül. A goblen az egy polgári érték, méghozzá egy középkorból származó polgári, nagypolgári érték. De ez a nagypolgári értéket hogyan tudnánk mi ezzel a mai modern művészeti értékkel ötvözni? És akkor így jött az ötlet, hogy fotóról próbáljunk megvarni. És akkor, hát ha már fotóról varrunk, akkor mi ne csendéletet, ne virágot, ne színes, tehát ne másolatokat készítsünk, hanem a városunkat. Tehát elkezdtük a városunk képeit fotókról kivarni. A goblen öltögetőknek a fotók alapján készülő egyedi képekhez már egyre kevesebb segítséget kell igénybe venni. A tű goblenek távolabbról maguk is olyanok, mintha fényképek lennének. Minket már naiv művészeknek neveznek, mert végül kitaláltuk, hogy fotóról hogy lehet egy ilyen aprólékos képet elkészíteni. Hát úgy kezdtük, hogy volt egy városnak egy fotósa, aki elkészítette a fotókat, utána a számítógéppel kikockázta nekünk, olyan A4-es nagyságban, és mi A4-es nagyságban előttünk volt az üres goblen alap, és mi szépen elkezdtük varni. Nagyon jó térérzéknek kell lenni, nagyon jó színérzéknek kell lenni hozzá. Nagyon ügyes csapat. Nagyon büszke vagyok rájuk, mert ezt már nem mindenki tudná csinálni. És akkor végül is így kezdődött. De már most ott tartunk, hogy nem kell kikockázni nekünk számítógéppel. Ott van egy fotó, és akkor szépen, ugye amilyen nagyságú a fotó, amilyen méretű, olyan nagyságú képeket varrunk.
8-10-szer kibontunk egy-egy 4-5 centis részt. Tehát nagyon sokszor neki kell veselkedni, hogy az kijöjjön, hogy ott kiformálódjon. Látni kell azt is, ami nincs ott. A vándor kiállítás a fővárosból érkezett Halasra, és Nyíregyháza lesz a következő állomás. A kiállítás sajátossága, hogy minden felkeresett településről készülnek kézimunkák, így a tárlat anyagát már a halasi címer és a Városháza épülete is gazdagítja. De nem csak ilyen képek készülnek ezzel a technikával, hanem mutatós ékszerek és díszdobozkák is. A Goblin kikapcsolódást és örömet ad, főként úgy, hogy mindenhol érdeklődéssel fogadják a vándorkiállítást, mesélték a kazincbarcikaiak. Nekünk egy boldogság az, ahogy minket itt fogadnak, ahogy itt megmutathatjuk az értékeinket, és nekünk ez egy nagy öröm, egy nagyon-nagyon nagy kiteljesedés. Talán azt hiszem, hogy mondhatom a Sabaton nevébe, hogy a munkánk fő műve, az a munka, ami után nyugdíjba mentünk, de még a Jóisten adott nekünk egy olyan kreativitást, ami még minket a csillagokba emel. A helyi alkotókat Szabó Miklósné képviseli, az ő munkája a Közösségek Háza előterében láthatók, ő is a szabad idejében alkot. Mikor nyugdíjba mentem, utána kezdtem el gobleineket varni. Előtte is mindig valamit kézmunkáztam, annak ellenére, hogy egy gombot nem tudok fölvarni. Kötöttem, és még subáztam, mikor mi volt a divat. De azóta nagyon szeretem a gobleinezést, mert kettőt az egyben dolgozok, nézem a tévét, és közben csinálom a gobleineket, és mindig újabbakat és újabbakat veszek. Szabó Miklósné előmintázott képekkel dolgozik, de szeret a színekkel szabadon játszani. A választott témák is sokfélék, egyedül tájképet nem szokott készíteni. Szeretni kell csinálni. Én a Gergelyné Jutkától lestem el tulajdonképpen, mert nála láttam nagyon szép képeket, és attól kezdve, hát körülbelül 10 éve. Otthon is van még bekeretezett is, és nagyon sok nem olyan is, amit még nem kereteztettem be. A tűvel festett képek június 29-ig tekinthetők meg a Halasi Közösségek Házában. Rövid éjszaka, sok programmal, talán így lehetne elemezni a Szent Iványi vigadalmat. Erről a boszorkányos mulatságról beszélgetünk a következő percekben Vadkerti Mónikával, a Halasi Média és Kultúra Kft. Program szervezőjével. Szia! Szia! Hát gondolom fáradtan érkeztél most ide, hiszen egész nap a Sóston dolgoztatok a helyszínek berendezésén, hiszen ugye holnap lesz a nagy nap. Mikorra várjátok a Szent Iványi első vendégeit? Hát nagyon szeretnénk, hogyha minél korábban érkeznének az első kilátogatók, tehát már 5 órától minden készen áll arra, hogy a vendégek, a kilátogatók Sóstóra érkezzenek. A színpadi programok viszont 18 órától fognak megkezdődni, akkor egy népzenei koncerttel nyitunk, a Vajdasági Fokos Zenekar jön már nem először Kiskunhalasra. Nagyon jó kis fiatal, dinamikus zenekarról van szó, nagyon szereti az itteni közönség, és nagyon jól együtt tudnak dolgozni a halasi táncosokkal, úgyhogy a Kiskun Tánc Együttes lesz ebben a műsorban mint házigazda, együttműködő a Fokos zenekarral, és egy nagyon szép sárközi koreográfiát fognak majd látni a közönség tagjai, a Fokos zenekartól, illetve a Kiskun Tánc Együttestől. Aztán viszont műfajokat fogtok majd egymás után váltogatni. Igen, ez az este éppen erről szól, hogy nagyon sokféle műfajt, stílust, és éppen ezért nagyon, illetve több generációt megszólítunk szerintem ezzel a programmal. Már máskor is voltak szambatáncosok, egy ideig működött itt Kiskunhalason egy nagyon aktív csoport, és az első 1-2 évben ők el tudtak jönni hozzánk. Most ők, akik érkeznek, a Copacabana produkció, ők budapestiek, és egy 5 fős csoportról van szó, akiből 3 fő igazi brazil hölgyek és urak, illetve 2 fő pedig innen Magyarországról, de nagyon látványos, nagyon szép produkcióval készülnek. Láttam már több videót is róluk, úgyhogy ilyen vérpesdítő dallamokat fognak hozni. Közönség is táncra perdülhet akár? Igen, ez a terv,
hogy lesz egy 35-40 perces színpadi produkciójuk, és akkor utána lejönnek a közönség soraiba, és megtáncoltatják a közönséget itt. És éppen ezt azért is találtuk ki, hogy közben pedig a Unique zenekar be tudjon hangolni, és hogy a színpadi átállás így egy kicsit rugalmasabb lesz, hiszen őket pedig a 20 éves Unique zenekar koncertje, akusztikus koncertje fogja majd követni. És utána jön a tüzes blokk. Igen, szerintem az este legszebb részei a tüzes produkciók. Kezdünk egy mágiagyújtással. Már a tóparton ma fölállítottuk a nagy mágiát, amit aztán majd szépen biztonságosan körbe is kerítünk, és akkor Hajlasi Napsólyom Íjász Egyesület tagjai fogják tüzes nyilvesszőkkel meglőni a mágiát, úgyhogy ez pillanatok alatt lángba borul. És visszatérő elem a tavi tűzi játék. Ezt nem úgy kell elképzelni, mint egy augusztus 20-ai nagy látványosságot, de ugyanakkor mégiscsak nagyon szép, hiszen a tó közepéről egy fémcsónakból kerülnek kilövésre ezek a látványelemek, és ugye itt szeretnénk az ebtartók figyelmét fölhívni, hogy erre 5-8 perces időtartam részre előtte legyenek szívesek a kis kedvenceiket biztonságba helyezni, hiszen nem szeretnénk, hogy megijedjenek és esetleg elszökjenek otthonról. A tűzi játékot követi a lampionos evezés. Az előrejelzések szerint elég sok csónakos részt fog ebbe venni, fáklyákkal, fényfűzérekkel szokták földíszíteni a csónakjaikat, és élőzenére fognak ez alkalommal végig csónakázni a tavon, hiszen a Városi Fubosz zenekar ki fog állni a tópartra, és ott élőzenével várja majd a beérkező csónakosokat. És a tüzes elemek pedig a tűzzsonglőrsóval fognak zárulni, ez a színpad előtt lesz, majd egy fél órás, igazi látványos tüzes produkció lesz. És utána hajnali buli? Utána hajnali, illetve reggeli buli. A T-Band zenekar szokta szolgáltatni nekünk a tóparti partit, úgyhogy őket várjuk majd olyan 10:30 magasságában fognak kezdeni, hogyha semmilyen csúszás nem lesz benne, akkor akik csak szórakozni, illetve táncolni szeretnének, azok 10 óra után is megérjek majd kilátogatni a tópartra. És ugye hát egész héten folyamatosan figyeltük az időjárás előrejelzéseket, de talán szerencsénk lesz, és nem fog esni az eső. Tehát mondhatjuk ugye azt, hogy esetleg a rosszabbra forduló időjárás ne vegye senkinek a kedvét. Ne, szeretnénk minden programot megtartani. Én úgy gondolom, hogy ha figyeljük az előrejelzéseket, tehát a biztonsági előírásokat be fogjuk tartani, de a kilátogatók is, hogyha úgy készülnek, hogy hoznak még egy-két váltás ruhát, vagy esetleg melegebben fognak öltözködni, akkor ez ne vegye a kedvüket, egy kicsi zápor, vagy egy kicsit szelesebb idő. Ez az éjszaka egy évben egyszer van, és nagyon-nagyon, mi nagyon készülünk rá, úgyhogy nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen, hogy bejöttél, és akkor sok látogatót, meg jó időt kívánunk. A Szent Iván éjj vigadalom után sem kell unatkozni, hiszen többféle program várja majd az érdeklődőket. Szombat éjszaka például nyitva lesznek a múzeumok, már is mondjuk a részleteket. Idén is lesz múzeumok éjszakája. Június 23-án szombaton Halason két helyszínen várják az érdeklődőket. A Torma János Múzeumban 17 órától kezdődnek a programok. A látogatókat itt tárlatvezetések, többféle előadás, zene és sok játék várja. A múzeumok éjszakáján a Csipkeház is nyitva lesz késő estig. A vendégek megnézhetik a múzeum kiállításait és azt, hogy hogyan készülnek a csipkék. A Szivárvány Báb Színháza az est folyamán több előadást is tart, de még bábokat is lehet készíteni. Folytatódik a Forrás Új Tükörklub Halasról származom című sorozata. Ezúttal Kardos Zsolt harmonikás lesz a vendég, mesél a hangszeréről és a pályafutásáról. A program június 26-án, kedden 18 órakor kezdődik a Közösségek Házában. A kuláküldözés áldozataira emlékezzünk június 29-én pénteken. A Közösségek Házában 17 órakor kezdődik a program. Komáromi Szilárd történelem tanár mond beszédet. A műsorban a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád szakgimnáziumának diákjai közreműködnek. Szent Péter és Pál ünnepe az Alsóvárosi Katolikus Templom búcsúja alkalmából idén 3 ünnepi misét is tartanak. Június 28-án csütörtökön az esti félhetes szentmisét Hozdik Zsolt atya hálaadásként is mutatja be pappá szentelésének 22. évfordulója kapcsán. Ezt követően 7:30-kor az evangéliumi esték sorozatban Szent Péterről tart előadást.
29-én péntek este 7:30 lesz Szent Péter és Pál apostol fejedelmek főünnepi nagymiséje, amit Bábel Balázs Kalocsa Kecskemét érsek mutat be. Ez az alkalom egyben bérmálás is lesz, lengyel vendégek részvételével, ők magukkal hozzák a kegyképüket is. Július 1-én vasárnap 10 órakor szintén a lengyel vendégek részvételével zajlik a szertartás, ha a Szent Mise végén a kegyképpel kis körmenetet tartanak. Mi történne, ha a Földön kívüli lények bolygónkra érkeznének, hogy átvegyék felettünk az uralmat? Erről szól az a könyv, amit mai lapozgatónkban ajánl nézőinknek egy halasi sci-fi rajongó diáklány. Az én kedvenc könyvem egy világsikerű könyv. A szerzője Rick Mankey, az ötödik hullám. A szerző szívét, lelkét beleadta ebbe a könyvbe, hiszen nagyon átadja benne az érzelmeket és a hitelességet. A könyv sok helyen elborzasztott, hiszen nagyon durva dolgok vannak benne, és nagyon hitelesen át tudja adni ezeket a dolgokat. Ebben a könyvben nincsenek speckó tárgyak, vagy éppen ilyen természetfeletti dolgok, hanem egyszerűen csak űrlények vannak, akik szeretnék elfoglalni a Földet az emberek elől. A főhőse az Cassie, ő egy 16 éves, nagyon bátor lány, aki próbálja túlélni a hullámokat, amelyeket az űrlények küldtek a Földre. Ugyebár minden könyvben van egy kis romantika, mint ebben is, itt Cassie és Ethan között alakult ki. Hát nem szokványos módon találkoztak, de ez a fordulat nagyon nagy változást eredményez a könyvben, és teljesen megváltoztatja a szereplőket. Azt tetszik nagyon benne, hogy a szerző az nagyon jól kitalált azokat a dolgokat, amiket beleírt. Szóval az űrlények azok olyan hullámokat találtak ki, amivel az emberiséget tényleg teljesen el tudják tiporni. Szóval az első hullám az volt, hogy teljesen elvették az emberektől az áramot. Utána özönvizet küldtek. Az ötödik hullámban hatalmas nagy titokra derül fény, és végül kiderül, hogy igazából nem is bízhatsz senkiben. Így Cassie mégiscsak elindul megmenteni az öccsét, hiszen ő náluk van, de végül elkapják őket. Szóval ajánlom azoknak, akik szerették az ilyen sci-fi és kalandregényeket, mert nagyon érdekes vége lesz. Gyorsan elszaladt ez a mai fél óra, mivel adásunk egyik érdekessége volt a Verkli, műsorunkat is ilyen zenével zárjuk, akkor most nosztalgiázzunk még egy kicsit, és egy hét múlva újra tartsanak velünk, viszontlátásra! Kívül a kaszárnyán, kinn a kaponál, lámpalángot árván, most is ottan áll. Szívemre zárna két kezem, a láng csak égne kékesen, mint rég Lili Marlin, mint rég Lili Marlin. Emlékszel még arra, drága kedvesem, hozzád repül most énekem, a láng csak égne kékesen, mint rég Lili Marlin, mint rég Lili Marlin. Ágya tűz a fény és vak sötét az ég, de otthon a kaszárnyán a sápat lámpa ég. Jaj, ha e földet itt hagyom, a láng csak ég a kőfalon, mint rég Lili Marlin. Emlékszel még arra, drága kedvesem, hozzám simultál szép szerelmesem.